A legendák szerint van egy másik világ alattunk, ahol egy sárkány alszik. Azt is mondják, vigyázzunk, hogyan ébresztjük fel a sárkányt. Urán. A 20. század fordulója táján az urán még szinte ismeretlen volt. Lényegében értéktelennek számított. De a következő 40 év során csupán egy nemzedék alatt a Föld legkeresettebb és legfélelmetesebb anyagává vált. Ez az urán. Mint fizikust, elbűvölnek rendkívüli tudományos tulajdonságai. De az még inkább, hogy miként formálta át ez a kő az egész modern világot. Az urán mindent megváltoztatott. Az urán hozta létre a modern világot. Az urán a tiszta, korlátlan erő álma. Vagy pedig egy rémálom, mely megmérgezte a Földet. Forró! Milyen forróság van itt? Tartsanak velem egy utazáson, melyen a legáhítottabb elemnyomába eredünk. Ez egy atomreaktor. És a Föld leggyűlöltebb kőzete. Csak a félelem, hogy mi történik, ha majd felrobban. Hogyan szabadítottuk fel az uránban rejlő elemi erőt? Mi történt, amikor felébresztettük a sárkányt? Történetünk arról szól, hogyan vált egy kőzet bombává. A kőzet, amely bombává változott. Ez az őslakos ausztrálok földje, a világ legrégebbi folytonos kultúrájáé. Úgy tartják, hogy a teremtés idejében egy szellemi lény, egy hatalmas hüllő alkotta meg a földet, és minden mást a világunkban. Aztán elbújt a föld alá, ahol még mindig alszik, és nem szabad megzavarni. Ma már tudjuk, hogy itt a felszín alatt található néhány a Föld leggazdagabb urán előhelyei közül. Az urán olyan, mint az alvó sárkány. Mítikus erejű szörnyeteg. E Föld hagyományos birtokosai azt mondják, ha megzavarjuk ezt a helyet, felébresztjük az alvó szellemet, és katasztrófát idézünk elő. 1945-ben az urán ereje egyetlen bomba képében rászabadult Hiroshima városára. Hogyan lehet egy a földből kiásott kőben ekkora erő? Ausztráliában születtem, itt tanultam fizikát, és nagyon izgat e hatalmas föld alatti erő története. Az urán történetének nyomába eredek. A teremtés idejében, még jóval a Föld születése előtt, felrobbant egy csillag. Egy szupernova. Az elképzelhetetlenül heves és forró körülmények között megszületett az urán. Egy haldokló csillag energiáját hordja magában. A robbanás törmelékéből 4,5 milliárd évvel ezelőtt kialakult a Föld. A forró és olvadt állapotú bolygóban ott volt az urán is. A Föld fokozatosan lehűlt, és benne az urán még mindig ott őrzi a felrobbanó csillag energiáját. Utam első állomásaként Csehországba érkeztem, hogy urán találjak. A nukleáris sugárzást mérik, parányi részecskéket, melyek a felrobbant csillag maradványaiból áramlanak ki. Minden alkalommal, amikor sugárzást mérnek, hangot bocsátanak ki. A sugárzás mindenütt a Földön természetes módon jelen van. Itt Csehországban a szintje 0,2 mikroszívert óránként, ami nagyjából megfelel a globális átlagnak. Egy nap folyamán ez körülbelül annyi sugárzás, mint amennyi egy fogröntgen során ér bennünket.
A sugárzás ott van a belélegzett levegőben épp úgy, mint az ételben, amit megeszünk. Ott van a talajban, és érkezik a világűrből is. Mindez annak tulajdonítható, hogy az urán és más radioaktív atomok az egész Földön megtalálhatók. Minden ember, így önök is, kibocsát radioaktív sugárzást. Így tehát jobban ki vagyunk téve neki, ha valaki alszik mellettünk, mintha egyedül feküdnénk az ágyban. Mindez teljesen természetes. Háttérsugárzásnak nevezzük. És a földi élet része. A Földön helyről helyre változik a természetes háttérsugárzás mértéke. A mérték egysége mikroszívert, de ne feledjük, hogy a természetes háttérsugárzás óránként nagyjából 0,2 mikroszívert. De amiért Joachim Stahlba jöttem, nem magában a városban van, hanem a közeli dombokban rejtőzik. Ez egy 500 éves ezüstbánya. Joachim Stahlban ezzel foglalkoztak, ezüstöt bányáztak. És itt kezdődik az uránról szóló történetünk. Nagyjából 3 métert süllyedünk másodpercenként. Már vagy 3,5 perce haladunk, és még megyünk tovább lefelé. A nyomás változása miatt pattog a fülem. Valamennyi uránnak kell itt lennie, mert óránkénti 5-6 mikroszívertet mérek. Ez körülbelül 50-szer haladja meg a háttérsugárzást, ami általában a felszínen ér bennünket. Megérkeztünk. Ez a Joachim Stahli bánya legalja. Egy sötét színű kőzetréteget keresek. Igen, itt is van. A bányászok nagyon utálták ezt az anyagot, mert azt jelentette, hogy itt már nincs ezüst. Ezért elnevezték ezt a kőzetet pechblendének. A pech ugye érthető, a blende pedig a kőzetre utal. Vagyis ez balszerencsés kőzet volt. Ez az uránszurokérc, vagy uraninit. De nézzék, mi történik Ibolyán túli fénynél. Foszforeszkál. 1789-ben egy német vegyész elemezte ezt az anyagot, és egy új elemet talált benne. Az éppen akkoriban felfedezett Uranus bolygó után nevezte el. Így lett az elem neve Urán. Ez az uránszurokért még jócskán sugároz. Ne feledjük, a felszínen a háttérsugárzás 0,2 mikroszívert. Az itteni a 4000-szerese annak a szintnek. Ez az energia egy felrobbant csillagban keletkezett. Úgy 400 éven át a gyűlölt ércet, mely az urán tartalmazza, egyszerűen semmibe vették. A haszontalan uránszurok ércet ilyen nagy rakásokba halmozták fel a bányák körül. Ellentétben az ezüsttel, mely gazdaggá tette a várost. Ilyen nagy ezüst pénzeket vertek belőle, melyeket Joachim Stahlernek neveztek. Innen ered a dollár szó. Aztán beköszöntött a 20. század, és ez a semmibe vett kőzet egyszerűen rengeteg dollárt ért. Az urán továbbra is értéktelen maradt volna Joachim Stahl meddőiben, ha nem kelti fel egy 43 éves fizikus érdeklődését itt, Párizsban. In 1896-ban Henri Becquerel itt a párizsi École Polytechnique-ben volt professzor. Ez az az épület, amelyben kísérleteket végzett, hogy kiderítse az urán foszforeszkálásának okát, és valami egészen rendkívülit talált. Azokban az időkben az urán csak egyetlen célra használták. Üvegkészítésre, halványsárga üvegre, mely csillog a napfényben. De nézzük meg újra, mi történik Ibolyán túli fényben. Az uránüveg foszforeszkál. És ez bűvölte el annyira Henri Becquerelt. Arra vezette, hogy egy áttörő kísérletet végezzen el. Fogott egy közönséges fotólemezt, és tökéletes sötétségben vastag fekete papírral burkolta be. Aztán rátett egy darab uránércet, és néhány órára otthagyta a napfényben.
Amikor később előhívta a fényképlemezt, azt vette észre, hogy elfeketedett, mintha napfény érte volna. Becquerel úgy okoskodott, hogy az urán lényegében elnyeli a napfényt, és újra kibocsátja láthatatlan sugarakként, melyek áthatolnak a fekete papíron, és elsötétítik a fotólemezt. Az igazi felfedezés azonban a szeszélyes párizsi időjárás jóvoltából történt. 1896. február 27-e, csütörtök volt a tudománytörténet leghíresebb borús napja. Becquerel pontosan ugyanúgy készítette elő kísérletét, mint korábban, de mivel nem sütött a nap, betett mindent egy fiókba, és pár napra ott is hagyta. Aztán valamilyen megmagyarázhatatlanokból elhatározta, hogy mégis előhívja a fényképlemezt. Még ha az urán nem is érte napfény. És ekkor jött a döbbenet. A lemez, ugyanúgy, mint korábban, elsötétedett. De hogyan lehetséges ez, ha az urán nem érte napfény? A válasz igazán furcsa. A napfénynek az egészhez semmi köze nincs. Becquerel egy különös, ismeretlen energiát talált, ami az urán belsejéből származott. Akkoriban Becquerel egyik tanítványa volt Marie Curie. Kiváló elme, később kétszeres Nobel-díjas. De akkor éppen fizikai doktorátusához keresett témát. Elhatározta, hogy az uránban rejtőző különös energiát tanulmányozza. Az anyagot ingyen kapta meg a régi Joachim Stahli bányák körüli uránérc halmokból. Ez Marie Curie laboratóriuma. Már eltávolították az összes korábban itt levő radioaktív anyagot. Ám ez az ajtó Marie Curie egykori irodájába nyílik. A laboratóriumi munka után sokszor megfoghatta ennek az ajtónak a kilincsét, mert még mindig mérhető rajta az általa itt hagyott radioaktív anyag sugárzása. De olyan csekély mennyiség, hogy nem veszélyes. Ez egy nagyon régi Geiger-Müller számláló. Itt található a Curie Múzeumban. De hallgassák csak! Ez az uránszurokérc, mely urán tartalmaz. Marie Curie ezzel kezdte a munkát. Több évi fáradtságos munkával megőrölte ezt az anyagot, és kinyerte belőle az uránt. Ám amit talált, őt is meglepte. A kőzetben nem az urán a legaktívabb anyag. Vannak más elemek is, melyek még kevésbé stabilak, és még több energiát bocsátanak ki. A leghíresebb a rádium. Ez a teljesen új elem, a rádium fénylik, meleg és különös csodálatos energiát bocsát ki. Marie Curie férje Pierre volt az, aki elsőként észrevette, hogy ha egy rádiumos üvegcsét tesz a bőrére, kis fájdalmat érez, mint amikor erősen leég az ember bőre a napon. Számunkra ez veszélyt jelent, de azokban az időkben az orvosok többféle bőrbetegséget és daganatot kezeltek égetéssel. Úgyhogy talán erre kiválóan alkalmas lehetett az új csoda elem, a rádium. Az orvos arra kéri a lányt, hogy forduljon meg. Rádiumot tartalmazó üvegcséket helyeztek kötszerekbe, és közvetlenül a daganatokra tették. Az érintett bőrfelületre tették, és kötéssel rögzítették. Elkezdődött a besugárzás folyamata. A sugarak behatolnak a tumorba, és elpusztítják. A gyerekek általában eközben játszanak, és el is feledkeznek a kezelésről, ami egyébként nemigen jár fájdalommal. Eltelt néhány hónap, és a kislányt újra elhozták az orvoshoz. Ide néz, Mariana drága, amikor felnősz, nagyon hálás leszel azoknak, akik az atomkor hajnalán meggyógyítottak ezekkel a varázssugarakkal. Rádiumot csak az uránércből lehet kinyerni. Valójában több tonnányi kell belőle egyetlen gram rádium kinyeréséhez. De hogyan lehetséges, hogy ez megéri? Nos, 1908-ban 1 gram aranyára 66 cent volt. 1 gram rádiumé viszont 88 000 dollár.
Rádiumot tettek drága kozmetikumokba, szappanokba, fogkrémekbe, tonikokba. Aféle mindenre jó szerként alkalmazták, melyet egy hajdan haszontalannak tartott városban bányáztak ki. Joachimstal régi bányászvárosa a hely, ahol megszületett a dollárszó, ma gyógyüdülő hely. Gyerünk, fürödjünk meg rádiumban! Amint látják, az atomjele itt van a köntösömön. Radioaktív fürdőzéshez készülök. Ez az első alkalom, hogy ilyesmit csinálok. Lássuk, milyen érzés. Igazából egész jó. A fürdővíz nagyjából 36 fokos, úgyhogy elég kellemes. Ebben a fürdővízben oldott radioaktív részecskék vannak. Most pedig megnézzük, van-e rajtam bármiféle sugárzás. Ez érdekes. A számlálom lényegesen több sugárzást mutat, mint amennyi a kinti levegőben van. Ahogy a számlálót a vízhez közelítjük, látható, hogy a sugárzás szintje nagyjából másfél mikroszívert óránként. Ez körülbelül a tízszerese annak a háttérsugárzásnak, amit a városban tapasztalhatunk. Az elképzelés az, hogy ez a víz néhány radioaktív atommal együtt átszivárog a bőrömön, majd az atomok a testem belsejében sugározni fognak. Mindennek gyulladás csökkentő hatása van. Röviden, ez a radioterápia lényege. Azt hiszem azonban, itt túl kicsi a dózis ahhoz, hogy bármiféle hasznos vagy káros hatás miatt aggódnom kellene. Úgyhogy most kényelembe helyezem magam és élvezem. A rádiumos fürdők jómódú közönséget vonzottak. Köztük 1921 nyarán egy kora érett 17 éves amerikait, Robert Oppenheimert. Lenyűgözték a régi Joachimstáli bányák körüli kőzetek. 20 év múlva ez a Robert Oppenheimer teszi majd lehetővé, hogy az urán a Föld legfélelmetesebb anyagává váljon. Mivel a fiatal Robert Oppenheimer tette alkalmassá az uránt arra, hogy az atombomba felrobbanjon Hiroshima fölött. Párizs, 1903. Marie Curie folytatta a kutatómunkát az urániumban rejtőző különös energiával. Hallani azt a hihetetlen energiát, ami ebből a kőből kiárad. Ettől olyan rendkívüli ez az anyag. A 20. század fordulóján átformálta a fizikát. És a vele végzett kutatómunkával szerzett fizikából doktori címet Marie Curie első nőként Franciaországban. Ennek megünneplésére ő és Pierre kerti partit tartottak. És erre mindannyian meghívást kaptunk. Azon az estén a kertben Pierre Curie egy rádiumos üvegcsét vett elő a zsebéből, és mindenkinek elállt a lélegzete. Köztük volt egy 31 éves új-zélandi, Ernest Rutherford is. Kíváncsivá tette, mitől világít ez az anyag. Mi lehet az összefüggés a rádium és az urán között? Rutherford kapcsolatban állt egy ragyogó tehetségű 22 éves vegyésszel, Frederick Soddyval. Együtt tanulmányozták az uránt, és ez vitte el őket egy utazásra az atom parányi, ismeretlen világába. Akkora mennyiségű urán, mint a pont az íbetűn, több mint 2 millió trillió atomot tartalmaz. Olyan messze vannak egymástól, mint az égen a csillagok. Az atom szíve az atommag, 20 000-szer kisebb, mint az atom maga. Az atom közepén elhelyezkedő parányi mag protonokból és neutronokból áll, melyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A biliárdgolyókkal ellentétben a protonok és a neutronok nem kóborolnak. Rögzített állapotban változatlanul maradnak az atommag belsejében, és lényegében az egyes atommagokban levő protonok száma határozza meg, hogy milyen elemről van szó. Az az atom, melynek egy protonja van, a hidrogén. Az atomi világban ennél egyszerűbb nem is létezhetne.
Az univerzumban minden olyan atom, melyben egy proton van, az hidrogén. A két protonnal rendelkező elem a hélium. Azt is észrevehetjük, hogy ennek két neutronja van, amit fehér golyók jelképeznek. Némelyik héliumatomnak egy neutronja van, némelyiknek három. De az összes héliumatomot pontosan két proton jellemzi. A hat protonos atom a szén, legyen az fában vagy gyémántban. Minden egyes elemnek meghatározott számú protonja van. A nitrogénnek 7, az oxigénnek 8, az aranynak 79. De nézzék csak ezt! Az urán atommagjában 92 proton van, és általában 146 neutron. Ez a legnagyobb létező földi atommag. Olyan nagy, hogy majd beleszakad. Ernest Rutherford és Frederick Soddy rájött, hogy valami egészen különlegeset csinál. Mintha darabokat köpne ki magából. Ezek a darabok a sugárzás. Amikor az urán sugárzás bocsát ki, protonokat veszít. Ezért már nincs neki 92 protonja. Vagyis többé már nem urán, hanem egy teljesen másfajta elem. Rutherford és Soddy észrevették, hogy az uránatom magja megváltoztatja önmagát. Ez pedig kihívás elé állítja a fizikai világról alkotott alapvető fogalmainkat. Egy atommag csak úgy nem változik meg. Ez valamiféle sötét és varázslatos alkimista világot sejtetett. Az alkimisták varázslók és mágusok voltak. Bájitalokkal és varázslatokkal kontárkodtak. Az volt az álmuk, hogy egy elemet egy másikká alakítsanak át. Ezt nevezték transmutációnak. Ám ez az alkimistáknak sosem sikerült. Ez lehetetlen. Egy elem nem változik át csak úgy egy másikká. Ez varázslat. Ám ahogy Ernest Rutherford és Frederick Soddy alaposabban megvizsgálták az uránt, pontosan ezt találták. Megpillantották a sárkányt. Amikor az urán sugárzást és energiát bocsát ki, tóriummá alakul át, vagyis gyakorlatilag egy másik elemmé. Az urán alakváltó elem. És mindez természetes úton teszi. Egy adag urán erre egy maga képes. Frederick Soddy izgalmában így kiáltott fel. Rutherford, ez transmutáció! Rutherford rögtön visszavágott. Az Isten szerelmére ne nevezd transmutációnak. A fejünket veszik, mint alkimistáknak. A tórium ugyancsak radioaktív. Sugárzás bocsát ki, és protoktíniummá alakul át, ami szintén egy teljesen más elem. Rutherford ezeket az újonnan képződött elemeket leányelemeknek nevezte. Az urán leányainak. Minden leányelem sugároz, és újabb, vadonatúj leányelemmé változik. Megjelent tehát a rádium, Marie Curie rádiuma, az uránium ük leánya. Ezért is fordul elő az uránércben. Most a rádium a leányelemévé radonná alakul át, ami történetesen gáz. A radon leányeleme, a polónium viszont nem gáz. A polónium a leányelemévé alakul át, az pedig a saját leányelemévé. Az urán 14 nemzedék változáson megy keresztül. A 14 leányelem sorának végén pedig az ólom van. Ez a leány viszont már meddő. Az ólom egyáltalán nem radioaktív. Nem alakul át semmivé. Ernest Rutherford és Frederick Soddy megoldotta a radioaktivitás egyik rejtélyét.
Ez az urán, mely átalakul ólommá. Az urán olyasmit is csinál, amit senki sem gondolt lehetségesnek. Megváltoztatja az atom szerkezetét, és minden egyes változással energiát bocsát ki. Az urán új ötletet adott a fizikusoknak. Ha valaki megtalálná a módját, hogy változásra késztesse az uránt, és összes energiáját kibocsássa, az hihetetlen hatalomra tehetne szert. In 1905-ben itt a svájci Bernben lakott egy 25 éves, messze a képességei alatt teljesítő férfi. Fiatal felesége és kisgyermeke volt, akiket el kellett tartania, ezért állásra volt szüksége. Ebben a házban laktak. A fiatalember a szabadalmi hivatalnál dolgozott szabadalomvizsgálóként. Úgy írta le magát, mint tiszteletre méltó kormányzati tintanyaló. Munkája ellenére tudott időt szakítani fő érdeklődésére, a gondolkodásra. A fiatalembert Albert Einsteinnek hívták. Éppen itt alkotta meg a tudomány történetének leghíresebb egyenletét. E egyenlő m-szer c négyzet. Az egyenlet azt jelenti, hogy E, vagyis az energia, és M, a tömeg felcserélhető. Lényegében ugyanannak a dolognak különböző változatai. A C a fénysebesség, egy hatalmas nagy szám. Így tehát a tömeg szorozva egy négyzetre emelt hatalmas számmal elképzelhetetlenül nagy energiát eredményez. Ez az egyenlet azt jelenti, hogy egy parányi tömeg hatalmas mennyiségű energiává alakulhat át. Akárhányszor csak az urán megváltoztatja az atom szerkezetét, elveszít egy parányi tömeget, ami energiává alakul át. Einstein szerint ez óriási mennyiségű energia. A Rutherforddal együtt dolgozó fiatal vegyész Frederick Soddy volt az első, aki eltöprengett ezen az energián. Aki ráteszi a kezét erre az energiára, olyan fegyverhez jut, mellyel, ha úgy akarja, elpusztíthatja a Földet. Az az ember, aki elképzelte azt a világot, melyben Frederick Soddy fegyvere ijesztő valósággá válik Einstein tömegenergia ekvivalencia egyenletének alkalmazásával, nem fizikus vagy kémikus volt, hanem író. Herbert George Wells megírta a Fölszabadult világ című regényét, melyben a tudósok rájöttek, hogyan aknázzák ki az atomenergia erejét. 2036-ban járunk. Évszázadokat repültünk előre, és bejutottunk a nagy ismeretlenbe, a napig tornyosuló üvegvárosok korszakába. Figyelemre méltó, hogy Wells az 1914-ben megjelent regényét, a Fölszabadult világot, nem Albert Einsteinnek, hanem Frederick Soddynak szentelte. A könyv egy új és zavarba ejtő kifejezést is bevezet a nyelvbe. Az atombombát. In 1933-ban Londonban tartózkodott egy magyar fizikus, Szilárd Leó is. Ötletekkel teli, ambiciózus, türelmetlen, és brilliáns elme volt. Miután elolvasta Wells a Fölszabadult világ című regényét, gondolkodóba esett. Szilárd Leó ezen az utcán sétált, amikor megállt itt, a Southampton Row és a Russell Square sarkán. Ez az a kereszteződés, ahol megszületett benne a modern világ legveszélyesebb és legmeghatározóbb elképzelése. Lehetséges-e elkészíteni a Wells által vizionált atombombát úgy, hogy az atomokat arra késztetjük, hogy a tömeg energiává alakuljon át? Szilárd elképzelése az volt, hogy egy atom bocsátana ki energiát, mire még több atom még több energiát bocsátana ki. Exponenciálisan növekedve, amíg megszámlálhatatlan mennyiségű atom tömege egyidejűleg energiává alakul át. Mire Szilárd eljutott idáig,
Már a fejében volt az egész rémisztő elképzelés. A láncreakció. And it's September 1933-ban Adolf Hitler lett Németország kancellárja. Hitler is chancellor. A nácik félelmetesen erősek és gyilkos módon intoleránsak voltak. Különösen a zsidókat üldözték. Európában sok élvonalbeli fizikus zsidó volt, és sokuk Amerikába menekült. Köztük Albert Einstein is. De 1938-ban Szilárd Leó is követte Londonból. New Yorkban vagyok, ahol Spencer Wörthel találkozom. Fizikus és történész, és azért jöttem, hogy Szilárd Leóról kérdezzem. Szilárd magyar volt, zsidó származású, és ez azt jelentette, hogy már nagyon fiatal korától tele volt félelemmel és aggodalommal a világ sorsát illetően. Abban az időben Németország volt a világ vezető tudományos nagyhatalma. Szilárd felismerte, hogy ha létezne atombomba, Németország jó eséllyel elsőként vetné be. Németország pedig egy volt Hitlerrel és a nácikkal. Szilárd Leónak az esetleges német atombombával kapcsolatos aggodalma csak fokozódott, amikor 1939-ben baljós híreket kapott Berlinből. A Vilmos császár intézetben dolgozott egy kiváló német vegyész, Otto Hahn. Ernest Rutherford tanítványa volt azokban az időkben, amikor Rutherford és Soddy felismerte, hogy az urán természetes módon megváltoztatja az atom szerkezetét. Otto Hahn megtette a következő lépést. Az uránatom megváltoztatásával kísérletezett, és meglepő eredményeket kapott. Ezeket elküldte egyik zsidó származású kollégájának, Lise Meitnernek, aki akkorra, mint oly sok más zsidó fizikus, már elmenekült Németországból. Lise Meitner volt az, aki rájött, mit is csinált valójában Hahn. Maghasadást idézett elő uránban, amiről senki sem gondolta, hogy lehetséges. Amikor arról beszélünk, hogy széthasítjuk az atomot, valójában atommaghasadásról van szó. A maghasadást gyakran hasonlítják ahhoz, mint amikor a biliárdban a játék kezdetekor bontunk. Valójában azonban sokkal bonyolultabb. Csak az urán egy bizonyos típusa fog bomlani. Csak az, amelynek 92 protonja és 143 neutronja van. Ez összesen 235. Ezért urán 235-nek nevezzük. Az atommagot összetartó erő a legerősebb erő az univerzumban. Úgyhogy a fizikusok okkal nevezik erős nukleáris erőnek. Az uránatom magja azonban olyan hatalmas, hogy rendkívüli feszültség alatt áll, és instabil állapotú. Ha csak egyel több neutront adunk a maghoz, ezzel növeljük az instabilitását. Ezért az egész uránatom mag széthasad. Ez a maghasadás. Az a bizonyos erős erő összetartja mindkét termékmagot. Így az összesített tömegük kisebb lesz, mint az eredeti atommagé. Ahogyan Einstein megjósolta, a tömeg átalakult energiává. És ami még fontosabb, ez a maghasadás két vagy három neutron tesz szabaddá. És itt jön képbe Szilárd Leó elképzelése a láncreakcióról. Ha ugyanis e neutronok egyike eléri egy másik urán 235 atommagját, akkor maghasadás következik be. Több energia és több neutron keletkezik. Tehát egy uránatommagból lehet kettő, azokból négy, aztán nyolc, majd 16, és 60 lépésen belül trilliónyi atommag hasadása történik meg, és mindegyik energiát bocsát ki. Einstein híres egyenlete ezzel félelmetes gyakorlati alkalmazássá válhatott. Az uránból lehet bombát készíteni. A németek pedig tudták, hogy miként. 1939. március 14-én Adolf Hitler megszegte Münchenben tett ígéretét. Teljes egészében elfoglalta Csehszlovákiát. A nácik immár magukénak tudhatták Joachim Stahl régi bányászvárosát. Most már megvolt az urányuk, és az a tudásuk is, hogy hogyan készítsenek bombát.
Mivel Otto Hahn sikerrel hozott létre maghasadás Berlinben, és a náciknak immár birtokukban volt Európa egyetlen uránforrása, Szilárd Leó komolyan aggódni kezdett. Szilárd nagyon tartott attól, hogy a nácik atombomba birtokába jutnak. Tudta, ha jóval bárki más előtt lesz bombájuk, megnyerik a háborút. Aggódott a nyugati civilizáció jövője miatt. Mit lehet tenni ellene? Azt, hogy az Egyesült Államokban ő maga is dolgozik rajta. Mivel Szilárd nagyon jól tudta, hogy a tudomány és a politika milyen mértékben hatnak egymásra, úgy vélte, a tudósoknak a kormány legmagasabb szintjén kell közbeavatkozniuk, vagyis Roosevelt elnöknél. Rooseveltnek tudnia kellett róla. De hogyan hívja fel ő, Szilárd Leó, Roosevelt elnök figyelmét? New Yorkban Szilárd nem volt kellően ismert ahhoz, hogy ő maga intézzen levelet az elnöknek. De volt egy barátja, aki ezt megtehette. Albert Einstein immár világhírű fizikus volt. Azokban az időkben New Yorkban, Long Islanden bérelt nyárra egy tengerparti házat. Szilárd ott kereste fel Einsteint, és elmondta neki rémisztő elképzelését az atombombáról. Einstein korábban ezt nem is gondolta végig, de most megtette. A következmények őt is megrémítették. Einstein a nevét adta a Szilárd által Roosevelt elnöknek írt leveléhez, melyben felhívják a figyelmet arra, hogy a nácik valószínűleg már dolgoznak egy urán alapú atombombán. Roosevelt utasítást adott arra, hogy kezdjenek el dolgozni egy amerikai atombombán. 1941. december 7-e, a dátum, mely gyalázatként él tovább. 1941-ben Amerika már háborúban állt Németországgal és Japánnal. Az amerikai ipar átállt haditermelésre. Szilárd Leó atombombája zöld utat kapott. Az atombomba elkészítésére az amerikai hadsereg kapott megbízást, és a Manhattan District kódnevet kapta. Rövidesen csak Manhattan tervként említették, és szupertitkosnak számított. Olyannyira, hogy elméletileg nem is létezett. A Manhattan terv fizikai részéért Robert Oppenheimer volt a felelős, aki 20 évvel korábban 10 évesként ellátogatott Joachimstalba. Ekkor már 38 éves volt. Láncdohányos, ideges természetű, elméleti fizikus, aki szenvedélyesen szerette a martinit, a nőket és az ősi hindu költészetet. A titkos várost, Los Alamost, mindentől távol, az új-mexikói sivatagban építették fel. Oppenheimer feladata volt, hogy megépítse a bombát. Most automatikus a vezérlés. Rob, ezúttal nagyon nagy a tét. A Manhattan terv volt a nagy tudomány kezdete. Minden tehetséges fizikust összehívtak, hogy megnézzék Los Alamost. Így aztán jó pár Nobel-díjas gyűlt össze az új-mexikói sivatag közepén. Hatalmas összeget költöttek rá, mintegy $2 billion, ami 1945-ben igen soknak számított. A tudomány olyan ipari alkalmazása volt, amire nem ismerünk korábbi példákat. Los Alamos lényegében titkos település volt, egy postafiók számmal. Ha valaki feltűnt a kapuinál és kérdezősködni kezdett, határozottan visszafordították. Azok a kutatók, akiket odarendeltek dolgozni, szigorúan figyelmeztették, hogy nem beszélhetnek róla. Mint kutatóknak az volt a feladatuk, amit megszabtak. Valamiféle villámcsapásszerűt létrehozni, ami véget vethet a világháborúnak. Mielőtt a bomba elkészült, Németország kapitulált, és Európában véget ért a háború. A győztes szövetséges hatalmak minden német fizikust igyekeztek előkeríteni, köztük persze Otto Hahnt is. Azt az embert, aki az első maghasadást végrehajtotta. Egyáltalán meddig jutottak el a bomba elkészítésében? Nos, sem eddig. Német atombomba nem létezett. Szilárd Leó, aki sürgette az elnököt az atombomba mielőbbi elkészítésére, most petícióban kérte, hogy állítsa le. Nagyon is tisztában vagyok a veszélyeivel. És nem azért, mert olyan bölcs vagyok, hanem mert olvastam Wellesnek a Fölszabadult világ című regényét, amelyben leírja az atombomba kifejlesztését. Aggódtam emiatt. De aggódtam azért is, hogy valamit tenni kell, hogy a németek ne előttünk készüljenek el a bombával. Meg volt hozzá a tudásuk. Meg voltak hozzá az embereik. Nekünk pedig nem volt választásunk, vagy legalábbis úgy hittük, hogy nem volt. Lenyűgöző átalakulás. Méltó az uránhoz.
Az az ember, akiben megfogant a bomba ötlete, a világ első atomellenes aktivistájává vált. Szilárd véleményét azonban semmibe vették. Az Egyesült Államok még mindig harcban állt Japánnal, és az atombomba készítése folytatódott a korábban sosem látott technikai gondok ellenére is, melyek közül a legnagyobb maga az urán volt. A kibányászott természetes urán többnyire urán-238, ami azt jelenti, hogy magjában 238 proton és neutron van. Kevesebb, mint 1/100 urán-235. Ennek magja 3-mal kevesebb neutront tartalmaz. És pont az ilyen atommag hasítható. A Manhattan tervben dolgozó kutatóknak azt kellett tenniük, hogy elegendő urán-235-öt gyűjtsenek össze, hogy létrehozzák az úgynevezett kritikus tömeget, azt a mennyiséget, mely képes a nukleáris láncreakció fenntartására. A gond az volt, hogy az urán-235 csak nem megegyező az urán-238-al. Ezért a kutatók a kis súlykülönbséget használták ki. Dúsított uránt kellett előállítaniuk, vagyis olyat, melyben az urán-235 jóval nagyobb koncentrációban van jelen. A kutatóknak végül sikerült létrehozniuk egy kosárlabda nagyságú darabot, melynek 80%-a tiszta urán-235 volt. Ez volt a bomba maga. Íme, ilyen volt. A fizikusoknak rendkívüli pontosságú kísérleteket kellett végrehajtaniuk annak a megállapításához, hogy pontosan mennyi urára van szükség. Ahogy mondták, megcsiklandozták a sárkány farkát. E bomba belsejében a sárkány csendesen alszik. Nagyjából egy órányi autóútra Los Alamos titkos városától van egy völgy, aminek spanyol neve Jornada del Muerto, vagyis a halott ember utazása. Kevés olyan helyről mondható el a Földön, hogy örökre megváltoztatta a világot. Ez pedig azok egyike. Itt történt, hogy 1945-ben megépítettek egy 30 méter magas tornyot. És az elkészített bombát a magasba húzták. Ezt a bombatesztet Trinity-nek, azaz Szent Háromságnak nevezték. On July 16th. 1945. július 16-án, pontosan reggel 5 óra 29 perc 45 másodperckor felüvöltött a sárkány. Robert Oppenheimer kedvelt indiai költészetére gondolt. Emlékeztem egy sorra a szent hindu írásból, a Bhagavad Gita-ból. Vishnu megpróbálja rávenni a herceget, hogy teljesítse a kötelességét, és nyűgözze le. Felvette 100 karú alakját, és így szólt. Most halállá váltam a világ elpusztítójává. Azt hiszem, így vagy úgy, mi magunk is ezt éreztük akkor. Amikor a bomba felrobbant, olyan rendkívül fényes volt, mintha egy másik felkelő nap lenne.
A bomba által keltett hő ilyen zöld üvegszerű anyaggá változtatta a sivatag homokját. Van egy ásvány, ami a teszt emlékére kapta a nevét. Ez a Trinitit. Az első és az egyetlen, amit valaha is létrehoztak. Még mérhető a Trinitit sugárzása. Szintje mintegy 30-szorosa a háttér sugárzásnak. Úgyhogy manapság itt lenni nem jelent túl nagy veszélyt. Nem úgy, mint körülbelül 70 évvel ezelőtt. Tíz nappal a kísérlet után az atombomba megérkezett a Csendes óceán egyik parányi szigetére, ahol elhelyezték egy B-29-es repülőgép aljában, mely a pilóta anyjáról kapta a nevét. Az Enola Gay küldetése Tinianban, a Mariana szigeteken kezdődött. A személyzet megkapta az utolsó eligazítást az időjárásról és a mentésről. A hatalmas bomba a helyére került. 1945. augusztus 6-án reggel 7 óra 45 perckor Tibet ezredes vezetésével az Enola Gay a levegőbe emelkedik és megkezdi 6,5 órás útját Japán felé. The morning of 1945. augusztus 6-án gyönyörű és tiszta volt az ég Hiroshima fölött. Az emberek egy ezüstösen csillogó repülőgépet láttak az égen. Ez volt az Enola Gay. Egyetlen bombát dobott le, mely pontosan reggel 8 óra 15 perckor itt a fejünk felett robbant fel, 600 méteres magasságban. És az urán örökre megváltoztatott mindent. Egy hajdan felrobbant csillagból származó kő akkora robbanást okozott, mint még soha semmi. Fogtunk egy hajdan felrobbant csillagból származó követ, és arra késztettük, hogy kiadja a benne rejlő energiát. Felébresztettük a sárkányt. Hiroshima előtt szinte senki sem hallott még az uránról. Aztán hirtelen mindenki tudatába berobbant az egész földön. Rövidesen bányászok jönnek ide, hogy kitermeljék a föld alatt lévő uránércet. És az őslakók attól tartanak, hogy megzavarják az alvóhüllőt, földrengéseket és tüzeket szabadítva el. Ez egy új korszak tüze lesz. Az urán korszakáé. Sorozatunk következő részében arra keressük a választ, miként lehetséges, hogy valami, ami rákot okoz, felhasználható a rák gyógyítására is. Folytatódik a nyomozás, hogy ez a kő hogyan változtatta meg a világot. Ott megy, bele a vad kékségbe. Tehát ennyi. Lényegében véget vetettünk a földi életnek. Ahogy mondja. Közreműködött Barát István, magyar szöveg Németh Géza, szerkesztő Lerner János, hangmérnök Horváth Gézoltán, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Berzsenyi Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.
legendák szerint van egy másik világ alattunk, ahol egy sárkány alszik. Azt is mondják, vigyázzunk, hogyan ébresztjük fel a sárkányt. Urán. A 20. század fordulója táján az urán még szinte ismeretlen volt. Lényegében értéktelennek számított. De a következő 40 év során csupán egy nemzedék alatt a Föld legkeresettebb és legfélelmetesebb anyagává vált. Ez az urán. Mint fizikust, elbűvölnek rendkívüli tudományos tulajdonságai. De az még inkább, hogy miként formálta át ez a kő az egész modern világot. Az urán mindent megváltoztatott. Az urán hozta létre a modern világot. Az urán a tiszta, korlátlan erőálma. Vagy pedig egy rémálom, mely megmérgezte a Földet. Forró! Milyen forróság van itt? Tartsanak velem egy utazáson, melyen a legáhítottabb elemnyomába eredünk. Ez egy atomreaktor. És a Föld leggyűlöltebb kőzete. Csak a félelem, hogy mi történik, ha majd felrobban. Hogyan szabadítottuk fel az uránban rejlő elemi erőt? Mi történt, amikor felébresztettük a sárkányt? Történetünk arról szól, hogyan vált egy kőzet bombává. A kőzet, amely bombává változott. Ez az őslakos ausztrálok földje, a világ legrégebbi folytonos kultúrájáé. Úgy tartják, hogy a teremtés idejében egy szellemi lény, egy hatalmas hüllő alkotta meg a földet, és minden mást a világunkban. Aztán elbújt a föld alá, ahol még mindig alszik, és nem szabad megzavarni. Ma már tudjuk, hogy itt a felszín alatt található néhány a Föld leggazdagabb urán lelőhelyei közül. Az urán olyan, mint az alvó sárkány. Mítikus erejű szörnyeteg. E Föld hagyományos birtokosai azt mondják, ha megzavarjuk ezt a helyet, felébresztjük az alvó szellemet, és katasztrófát idézünk elő. 1945-ben az urán ereje egyetlen bomba képében rászabadult Hiroshima városára. Hogyan lehet egy a földből kiásott kőben ekkora erő? Ausztráliában születtem, itt tanultam fizikát, és nagyon izgat-e hatalmas föld alatti erő története. Az urán történetének nyomába eredek. A teremtés idejében, még jóval a Föld születése előtt, felrobbant egy csillag. Egy szupernova. Az elképzelhetetlenül heves és forró körülmények között megszületett az urán. Egy haldokló csillag energiáját hordja magában. A robbanás törmelékéből 4,5 milliárd évvel ezelőtt kialakult a Föld. A forró és olvadt állapotú bolygóban ott volt az urán is. A Föld fokozatosan lehűlt, és benne az urán még mindig ott őrzi a felrobbanó csillag energiáját. Utam első állomásaként Csehországba érkeztem, hogy urán találjak. A nukleáris sugárzást mérik, parányi részecskéket, melyek a felrobbant csillag maradványaiból áramlanak ki. Minden alkalommal, amikor sugárzást mérnek, hangot bocsátanak ki. A sugárzás mindenütt a Földön természetes módon jelen van. Itt Csehországban a szintje 0,2 mikroszívert óránként, ami nagyjából megfelel a globális átlagnak. Egy nap folyamán ez körülbelül annyi sugárzás, mint amennyi egy fogröngen során ér bennünket.
A sugárzás ott van a belélegzett levegőben épp úgy, mint az ételben, amit megeszünk. Ott van a talajban, és érkezik a világűrből is. Mindez annak tulajdonítható, hogy az urán és más radioaktív atomok az egész Földön megtalálhatók. Minden ember, így önök is, kibocsát radioaktív sugárzást. Így tehát jobban ki vagyunk téve neki, ha valaki alszik mellettünk, mintha egyedül feküdnénk az ágyban. Mindez teljesen természetes. Háttérsugárzásnak nevezzük, és a földi élet része. A Földön helyről helyre változik a természetes háttérsugárzás mértéke. A mérték egysége mikroszívert, de ne feledjük, hogy a természetes háttérsugárzás óránként nagyjából 0,2 mikroszívert. De amiért Joachim Stahlba jöttem, nem magában a városban van, hanem a közeli dombokban rejtőzik. Ez egy 500 éves ezüstbánya. Joachim Stahlban ezzel foglalkoztak, ezüstöt bányáztak, és itt kezdődik az uránról szóló történetünk. Nagyjából 3 métert süllyedünk másodpercenként. Már vagy 3,5 perce haladunk, és még megyünk tovább lefelé. A nyomás változása miatt pattog a fülem. Valamennyi uránnak kell itt lennie, mert óránkénti 5-6 mikroszívertet mérek. Ez körülbelül 50-szer haladja meg a háttérsugárzást, ami általában a felszínen ér bennünket. Megérkeztünk. Ez a Joachim Stahli bánya legalja. Egy sötét színű kőzetréteget keresek. Igen, itt is van. A bányászok nagyon utálták ezt az anyagot, mert azt jelentette, hogy itt már nincs ezüst. Ezért elnevezték ezt a kőzetet pechblendének. A pech ugye érthető, a blende pedig a kőzetre utal. Vagyis ez balszerencsés kőzet volt. Ez az uránszurokérc, vagy uraninit. De nézzék, mi történik Ibolyán túli fénynél. Foszforeszkál. 1789-ben egy német vegyész elemezte ezt az anyagot, és egy új elemet talált benne. Az éppen akkoriban felfedezett Uranus bolygó után nevezte el. Így lett az elem neve Urán. Ez az uránszurokérc még jócskán sugároz. Ne feledjük, a felszínen a háttérsugárzás 0,2 mikroszívert. Az itteni a 4000-szerese annak a szintnek. Ez az energia egy felrobbant csillagban keletkezett. Úgy 400 éven át a gyűlölt ércet, mely az urán tartalmazza, egyszerűen semmibe vették. A haszontalan uránszurok ércet ilyen nagy rakásokba halmozták fel a bányák körül. Ellentétben az ezüsttel, mely gazdaggá tette a várost. Ilyen nagy ezüst pénzeket vertek belőle, melyeket Joachim Stahlernek neveztek. Innen ered a dollár szó. Aztán beköszöntött a 20. század, és ez a semmibe vett kőzet egyszerűen rengeteg dollárt ért. Az urán továbbra is értéktelen maradt volna Joachim Stahl meddőiben, ha nem kelti fel egy 43 éves fizikus érdeklődését itt Párizsban. In 1896-ban Henri Becquerel itt a párizsi École Polytechnique-ben volt professzor. Ez az az épület, amelyben kísérleteket végzett, hogy kiderítse az urán foszforeszkálásának okát, és valami egészen rendkívülit talált. Azokban az időkben az urán csak egyetlen célra használták. Üvegkészítésre, halványsárga üvegre, mely csillog a napfényben. De nézzük meg újra, mi történik Ibolyán túli fényben. Az uránüveg foszforeszkál. És ez bűvölte el annyira Henri Becquerelt. Arra vezette, hogy egy áttörő kísérletet végezzen el. Fogott egy közönséges fotólemezt, és tökéletes sötétségben vastag fekete papírral burkolta be. Aztán rátett egy darab uránércet, és néhány órára otthagyta a napfényben.
Amikor később előhívta a fényképlemezt, azt vette észre, hogy elfeketedett, mintha napfény érte volna. Becquerel úgy okoskodott, hogy az urán lényegében elnyeli a napfényt, és újra kibocsátja láthatatlan sugarakként, melyek áthatolnak a fekete papíron, és elsötétítik a fotólemezt. Az igazi felfedezés azonban a szeszélyes párizsi időjárás jóvoltából történt. 1896. február 27-e, csütörtök volt a tudománytörténet leghíresebb borús napja. Becquerel pontosan ugyanúgy készítette elő kísérletét, mint korábban, de mivel nem sütött a nap, betett mindent egy fiókba, és pár napra ott is hagyta. Aztán valamilyen megmagyarázhatatlan okból elhatározta, hogy mégis előhívja a fényképlemezt. Még ha az urán nem is érte napfény. És ekkor jött a döbbenet. A lemez, ugyanúgy, mint korábban, elsötétedett. De hogyan lehetséges ez, ha az uránt nem érte napfény? A válasz igazán furcsa. A napfénynek az egészhez semmi köze nincs. Becquerel egy különös, ismeretlen energiát talált, ami az urán belsejéből származott. Akkoriban Becquerel egyik tanítványa volt Marie Curie. Kiváló elme, később kétszeres Nobel-díjas. De akkor éppen fizikai doktorátusához keresett témát. Elhatározta, hogy az uránban rejtőző különös energiát tanulmányozza. Az anyagot ingyen kapta meg a régi Joachim Stahli bányák körüli uránérc halmokból. Ez Marie Curie laboratóriuma. Már eltávolították az összes korábban itt levő radioaktív anyagot, ám ez az ajtó Marie Curie egykori irodájába nyílik. A laboratóriumi munka után sokszor megfoghatta ennek az ajtónak a kilincsét, mert még mindig mérhető rajta az általa itt hagyott radioaktív anyag sugárzása. De olyan csekély mennyiség, hogy nem veszélyes. Ez egy nagyon régi Geiger-Müller számláló. Itt található a Curie Múzeumban. De hallgassák csak! Ez az uránszurokérc, mely urán tartalmaz. Marie Curie ezzel kezdte a munkát. Több évi fáradtságos munkával megőrölte ezt az anyagot, és kinyerte belőle az uránt. Ám amit talált, őt is meglepte. A kőzetben nem az urán a legaktívabb anyag. Vannak más elemek is, melyek még kevésbé stabilak, és még több energiát bocsátanak ki. A leghíresebb a rádium. Ez a teljesen új elem, a rádium fénylik, meleg és különös csodálatos energiát bocsát ki. Marie Curie férje Pierre volt az, aki elsőként észrevette, hogy ha egy rádiumos üvegcsét tesz a bőrére, kis fájdalmat érez, mint amikor erősen leég az ember bőre a napon. Számunkra ez veszélyt jelent, de azokban az időkben az orvosok többféle bőrbetegséget és daganatot kezeltek égetéssel. Úgyhogy talán erre kiválóan alkalmas lehetett az új csoda elem, a rádium. Az orvos arra kéri a lányt, hogy forduljon meg. Rádiumot tartalmazó üvegcséket helyeztek kötszerekbe, és közvetlenül a daganatokra tették. Az érintett bőrfelületre tették, és kötéssel rögzítették. Elkezdődött a besugárzás folyamata. A sugarak behatolnak a tumorba, és elpusztítják. A gyerekek általában eközben játszanak, és el is feledkeznek a kezelésről, ami egyébként nemigen jár fájdalommal. Eltelt néhány hónap, és a kislányt újra elhozták az orvoshoz. Ide néz, Mariana drága, amikor felnősz, nagyon hálás leszel azoknak, akik az atomkor hajnalán meggyógyítottak ezekkel a varázssugarakkal. Rádiumot csak az uránércből lehet kinyerni. Valójában több tonnányi kell belőle egyetlen gram rádium kinyeréséhez. De hogyan lehetséges, hogy ez megéri? Nos, 1908-ban egy gram aranyára 66 cent volt. Egy gram rádiumé viszont 88 000 dollár.
Rádiumot tettek drága kozmetikus. Ez az őslakos ausztrálok földje, a világ legrégebbi folytonos kultúrájáé. Úgy tartják, hogy a teremtés idejében egy szellemi lény, egy hatalmas hüllő alkotta meg a földet, és minden mást a világunkban. Aztán elbújt a föld alá, ahol még mindig alszik, és nem szabad megzavarni. Ma már tudjuk, hogy itt a felszín alatt található néhány a Föld leggazdagabb urán előhelyei közül. Az urán olyan, mint az alvó sárkány. Mítikus erejű szörnyeteg. E Föld hagyományos birtokosai azt mondják, ha megzavarjuk ezt a helyet, felébresztjük az alvó szellemet, és katasztrófát idézünk elő. 1945-ben az urán ereje egyetlen bomba képében rászabadult Hiroshima városára. Hogyan lehet egy a földből kiásott kőben ekkora erő? Ausztráliában születtem, itt tanultam fizikát, és nagyon izgat e hatalmas föld alatti erő története. Az urán történetének nyomába eredek. A teremtés idejében, még jóval a Föld születése előtt, felrobbant egy csillag. Egy szupernova. Az elképzelhetetlenül heves és forró körülmények között megszületett az urán. Egy haldokló csillag energiáját hordja magában. A robbanás törmelékéből 4,5 milliárd évvel ezelőtt kialakult a Föld. A forró és olvadt állapotú bolygóban ott volt az urán is. A Föld fokozatosan lehűlt, és benne az urán még mindig ott őrzi a felrobbanó csillag energiáját. Utam első állomásaként Csehországba érkeztem, hogy urán találjak. A nukleáris sugárzást mérik, parányi részecskéket, melyek a felrobbant csillag maradványaiból áramlanak ki. Minden alkalommal, amikor sugárzást mérnek, hangot bocsátanak ki. A sugárzás mindenütt a Földön természetes módon jelen van. Itt Csehországban a szintje 0,2 mikroszívert óránként, ami nagyjából megfelel a globális átlagnak. Egy nap folyamán ez körülbelül annyi sugárzás, mint amennyi egy fogröngen során ér bennünket. A sugárzás ott van a belélegzett levegőben épp úgy, mint az ételben, amit megeszünk. Ott van a talajban, és érkezik a világűrből is. Mindez annak tulajdonítható, hogy az urán és más radioaktív atomok az egész Földön megtalálhatók. Minden ember, így önök is, kibocsát radioaktív sugárzást. Így tehát jobban ki vagyunk téve neki, ha valaki alszik mellettünk, mintha egyedül feküdnénk az ágyban. Mindez teljesen természetes. Háttérsugárzásnak nevezzük. És a földi élet része. A Földön helyről helyre változik a természetes háttérsugárzás mértéke. A mérték egysége mikroszívert, de ne feledjük, hogy a természetes háttérsugárzás óránként nagyjából 0,2 mikroszívert. De amiért Joachim Stahlba jöttem, nem magában a városban van, hanem a közeli dombokban rejtőzik. Ez egy 500 éves ezüst bánya. Joachim Stahlban ezzel foglalkoztak, ezüstöt bányáztak, és itt kezdődik az uránról szóló történetünk. Nagyjából 3 métert süllyedünk másodpercenként. Már vagy 3,5 perce haladunk, és még megyünk tovább lefelé. A nyomás változása miatt pattog a fülem. Valamennyi uránnak kell itt lennie, mert óránkénti 5-6 mikroszívertet mérek. Ez körülbelül 50-szer haladja meg a háttérsugárzást, ami általában a felszínen ér bennünket. Megérkeztünk. Ez a Joachim Stahl bánya legalja. Egy sötét színű kőzetréteget keresek. Igen, itt is van.
A bányászok nagyon utálták ezt az anyagot, mert azt jelentette, hogy itt már nincs ezüst. Ezért elnevezték ezt a kőzetet pechblendének. A pech ugye érthető, a blende pedig a kőzetre utal. Vagyis ez balszerencsés kőzet volt. Ez az uránszurokérc, vagy uraninit. De nézzék, mi történik Ibolyán túli fénynél. Foszforeszkál. 1789-ben egy német vegyész elemezte ezt az anyagot, és egy új elemet talált benne. Az éppen akkoriban felfedezett Uranus bolygó után nevezte el. Így lett az elem neve Urán. Ez az uránszurokért még jócskán sugároz. Ne feledjük, a felszínen a háttérsugárzás 0,2 mikroszívert. Az itteni a 4000-szerese annak a szintnek. Ez az energia egy felrobbant csillagban keletkezett. Úgy 400 éven át a gyűlölt ércet, mely az urán tartalmazza, egyszerűen semmibe vették. A haszontalan uránszurokércet ilyen nagy rakásokba halmozták fel a bányák körül. Ellentétben az ezüsttel, mely gazdaggá tette a várost. Ilyen nagy ezüst pénzeket vertek belőle, melyeket Joachim Stahlernek neveztek. Innen ered a dollár szó. Aztán beköszöntött a 20. század, és ez a semmibe vett kőzet egyszerűen rengeteg dollárt ért. Az urán továbbra is értéktelen maradt volna Joachim Stahl meddőiben, ha nem kelti fel egy 43 éves fizikus érdeklődését itt Párizsban. In 1896-ban Henri Becquerel itt a párizsi École Polytechnique-ben volt professzor. Ez az az épület, amelyben kísérleteket végzett, hogy kiderítse az urán foszforeszkálásának okát, és valami egészen rendkívülit talált. Azokban az időkben az urán csak egyetlen célra használták. Üvegkészítésre, halványsárga üvegre, mely csillog a napfényben. De nézzük meg újra, mi történik Ibolyán túli fényben. Az uránüveg foszforeszkál. És ez bűvölte el annyira Henri Becquerelt. Arra vezette, hogy egy áttörő kísérletet végezzen el. Fogott egy közönséges fotólemezt, és tökéletes sötétségben vastag fekete papírral burkolta be. Aztán rátett egy darab uránércet, és néhány órára otthagyta a napfényben. Amikor később előhívta a fényképlemezt, azt vette észre, hogy elfeketedett, mintha napfény érte volna. Becquerel úgy okoskodott, hogy az urán lényegében elnyeli a napfényt, és újra kibocsátja láthatatlan sugarakként, melyek áthatolnak a fekete papíron, és elsötétítik a fotólemezt. Az igazi felfedezés azonban a szeszélyes párizsi időjárás jóvoltából történt. 1896. február 27-e, csütörtök volt a tudománytörténet leghíresebb borús napja. Becquerel pontosan ugyanúgy készítette elő kísérletét, mint korábban, de mivel nem sütött a nap, betett mindent egy fiókba, és pár napra ott is hagyta. Aztán valamilyen megmagyarázhatatlanokból elhatározta, hogy mégis előhívja a fényképlemezt. Még ha az urán nem is érte napfény. És ekkor jött a döbbenet. A lemez, ugyanúgy, mint korábban, elsötétedett. De hogyan lehetséges ez, ha az urán nem érte napfény? A válasz igazán furcsa. A napfénynek az egészhez semmi köze nincs. Becquerel egy különös, ismeretlen energiát talált, ami az urán belsejéből származott. Akkoriban Becquerel egyik tanítványa volt Marie Curie. Kiváló elme, később kétszeres Nobel-díjas. De akkor éppen fizikai doktorátusához keresett témát. Elhatározta, hogy az uránban rejtőző különös energiát tanulmányozza. Az anyagot ingyen kapta meg a régi Joachim Stahli bányák körüli uránérc halmokból.
Ez Marie Curie laboratóriuma. Már eltávolították az összes korábban itt levő radioaktív anyagot. Ám ez az ajtó Marie Curie egykori irodájába nyílik. A laboratóriumi munka után sokszor megfoghatta ennek az ajtónak a kilincsét. Mert még mindig mérhető rajta az általa itt hagyott radioaktív anyag sugárzása. De olyan csekély mennyiség, hogy nem veszélyes. Ez egy nagyon régi Geiger Müller számláló. Itt található a Curie Múzeumban. De hallgassák csak! Ez az uránszurokérc, mely urán tartalmaz. Marie Curie ezzel kezdte a munkát. Több évi fáradtságos munkával megőrölte ezt az anyagot, és kinyerte belőle az uránt. Ám amit talált, őt is meglepte. A kőzetben nem az urán a legaktívabb anyag. Vannak más elemek is, melyek még kevésbé stabilak, és még több energiát bocsátanak ki. A leghíresebb a rádium. Ez a teljesen új elem, a rádium fénylik, meleg és különös csodálatos energiát bocsát ki. Marie Curie férje Pierre volt az, aki elsőként észrevette, hogy ha egy rádiumos üvegcsét tesz a bőrére, kis fájdalmat érez, mint amikor erősen leég az ember bőre a napon. Számunkra ez veszélyt jelent, de azokban az időkben az orvosok többféle bőrbetegséget és daganatot kezeltek égetéssel. Úgyhogy talán erre kiválóan alkalmas lehetett az új csodaelem, a rádium. Az orvos arra kéri a lányt, hogy forduljon meg. Rádiumot tartalmazó üvegcséket helyeztek kötszerekbe, és közvetlenül a daganatokra tették. Az érintett bőrfelületre tették, és kötéssel rögzítették. Elkezdődött a besugárzás folyamata. A sugarak behatolnak a tumorba, és elpusztítják. A gyerekek általában eközben játszanak, és el is feledkeznek a kezelésről, ami egyébként nemigen jár fájdalommal. Eltelt néhány hónap, és a kislányt újra elhozták az orvoshoz. Ide néz, Mariana drága, amikor felnősz, nagyon hálás leszel azoknak, akik az atomkor hajnalán meggyógyítottak ezekkel a varázssugarakkal. Rádiumot csak az uránércből lehet kinyerni. Valójában több tonnányi kell belőle egyetlen gram rádium kinyeréséhez. De hogyan lehetséges, hogy ez megéri? Nos, 1908-ban 1 gram aranyára 66 cent volt. 1 gram rádiumé viszont 88 ezer dollár. Rádiumot tettek drága kozmetikus.